Ismét megdöntötte a világcsúcsot távolugrásban Ekler Luca paraatléta. A magyar versenyző a Párizsi Grand Prix remekelt az 582 cm-es új rekord mellett a 100 méteres síkfutást is megnyerte, Még pedig remek ellenfelekkel szemben. A testnevelési egyetem sportolója Szalma László tanítványa remek formában van, amit a Honvéd kupán is bizonyított, a hétvégi atlétikai OB-n pedig majd ismét rajthozál, közben pedig hozzánk is beugrott Ekler Luca. Szia, jó kívánok! Jó reggelt kívánok! Győződ még számolni a világcsúcsokat? Elég sokszor sikerült már megdönteni az utóbbi időben? Hát és remélem, hogy legalább ugyanannyiszor sikerül még. A, főleg most ez a párizsi, ez egy nagyon fontos állomás volt, és örülök, hogy ilyen jól sikerült. Mennyire lehet ezt előre betervezni? Amikor én fiatal voltam, ugye a világhírű Rúdugró Szergei buka mindig egy centit emelgetett, de hát távolugrásban ezt nem lehet megoldani. A nagypapám rúdugró volt, és ő is, ők no. is mindig ezt hozzák fel, hogy hát valószínűleg ő, ő lehet a példaképem. Uh, azt gondolom, hogy ez a szezon most kimondotta jól sikerült, nagyon jól sikerült a felkészülésünk is, pedig volt a kisebb-nél akadályozó tényezők, covid is voltam, a fedett pályás szezonunk is kicsit rövidebb lett, de szerintem sikerült beleraknunk azt a munkát, és azért tanárúrral, úral is már öt éve együtt dolgozunk, és az most megmutatkozott. Az edzés módszerek is például elkezdtem többet gátazni, nagyon jól segítették a felkészülésemet a távolugrás ritmusát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeknek, ahogy összeadottak, köszönhető az, hogy ilyen jól kijött ez az év. Tehát akkor edzéseken nagyjából már lehet azt érezni, hogy, hogy meg lehet az új csúcs, vagy lehet rekordot dönteni? Lehet érezni, és amikor az edzőm is egy technikai edzésen úgy néz rám, hogy ez nem volt rossz, akkor abban érzem, hogy, hogy tényleg ez, ez jó lehet. Um, az első verseny meglepetés volt, még az első olasz világkupa, ugyanis uh, akkor még nem voltunk kész a távolugrásra, és ugye ott is másik körül világcsúcsot ugranom, és abból láttuk, hogy uh, hogyha még erre rákészülünk, még szépen folytatjuk a felkészülést, befejezzük azokat a technikai elemek javítását, uh, edzését, akkor ez nagyon jó lehet, és hát nagyon jó is lett. Mesélj nekünk előre a párizsi Grand Prix versenyről. Milyen volt a hangulat, mennyire dob fel téged egy ilyen nagyobb verseny, hogy sikerült ez? Nagyon szükségem van ilyenkor a hangulatra, tényleg én az a típus vagyok, akit a versenyzés éltet, és ez most ki is jött, mert a franciák úgy szervezik ezt a versenyt, hogy hétközben legyen, és a gyerekeket mindig kihozzák a versenyre, úgyhogy a lelátó fele az tele volt ott pont azon a részen, ahol a 100 méteres síkfutás és a távolugrás zajlott, Úgyhogy nekem ez óriásit adott, hiszen a gyerekek nagyon lelkes közönség voltak, a század végig sikítoszták, távolugrásnál pedig a harmadik ugrástól például kértem a tapsot, és nagyon lelkesen beszálltak, és szükségem is volt rá, mert az első három ugrásom az kicsit kisebb volt és a negyedik, ötödik, hatodik lett, ami, ami igazán nagyobb lett, és ugye az aktuális világcsúcsomat sikerült velük megjavítanom. Úgyhogy az adott egy plusz energiát, és nagyon szeretek közönség előtt versenyezni, mert nekem is tud adni egy, egy plusz löketet, amire ilyenkor néha szükségem van. És az a közönség hatása, ez éreztette magát a 100 méteres síkfutásban és Azt mondtad, azt nyilatkoztad, hogy talán az volt a nagyobb meglepetés, nem a távolugró eredményed. Igen, talán azért volt a 100 méter a nagyobb meglepetés, mert ez volt az első versenyem ebben a versenyszámban az évben, úgyhogy nem igazán tudtam, hogy mire számítsak. Már az előfutamban jó formában éreztem magamat, ott a, világ, a, bocsánat, a paralimpiai ezüstérmessel futottam együtt, és meglepődtem, hogy nem tud jönni velem. Um, Úgyhogy az utolsó 40 métert kiengedtem, és így is futottam egy 12-91-et, ami azt mutatta, hogy jó formában vagyok, úgyhogy maga biztosan tudtam adálni a döntőhöz. Nyilván tudtam, hogy jobban van a szaranyérmes, balom van az ezüstérmes, az ráadásul az egyikük ugye világcsúsztartó, úgyhogy volt rajtam egy kis nyomás, de igyekeztem arra koncentrálni, hogy saját magamat kell úgymond legyőznöm, és az egyéni csúcsomat szerettem volna megjavítani. 1266, lehet ezt is faragni tovább? Én azt gondolom, hogy biztosan. Um, nagyon sok olyan dolog van, amiben tudok még fejlődni, akár hogyha erről a gyorsaságról beszélünk, szerintem nagyon sok mindent ki tudok még használni, és azt gondolom, hogy a határ a csillagoség. Gátfutó edzéseket említettél, mennyire lehet ezeket összehangolni? Esetleg kacsintgatza a gátfutó versenyszámok felé is, vagy, vagy ez csak a. a síkfutáshoz és a, a, távolugráshoz kell elsősorban. Már megvolt idén az uh -huh. első gátfutó versenyem, úgyhogy ott is kipróbáltam magamat, de első vagy főként a, az edzés módszerek között alkalmazzuk, csak mivel ez egy ilyen év, nekünk ugye nincsen világversenyünk, ezért úgy voltunk, hogy kipróbálom magamat ebben a verseny szemben is, mert jól ment edzéseken, de szerintem elég jól összeegyeztethető a táblugráshoz és a síkfutáshoz is, egy nagyon jó ritmust ad, és szerintem ennek is köszönhetem részben, hogy ilyen jó formában vagyok most minden esetre szavatartó ember vagy, mert nagyjából a Párizsi verseny előtt egy hónappal beígérted, hogy rövidesen jön egy újabb világcsúcs, hát össze is jött. <gül> 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 hát igyekeztem tartani magam ahhoz, amit ígértem, és jó azt látnom, hogy a formám tényleg így szépen lineárisan növekszik hogy versenyről versenyre tudok javítani, oda tudom tenni magamat, ez nem mindig sikerült az elmúlt években, úgyhogy szerintem a formaidőzítésünk is most nagyon jól sikerült. Remélem, hogy a hétvégi jó béra lesz a csúcspont, és akkor azt a hat métert is tovább tudom most romolni. Elég húzós, elég pörgős időszak ez most számodra. Kicsit azért sikerült szétnézni Párizsban, erre is volt lehetőség? Igen, hál' Istennek volt lehetőségünk. A verseny után még volt egy fél napunk, miután hazautaztunk volna, úgyhogy akkor kicsit tudtunk város nézni. Ugye a hétvégén a Honvéd kupán szerepeltél, és te többször is hangsúlyoztad, hogy az épp versenyzőkkel, hogyha együtt indulsz, az is nagyon-nagyon jó hatással van rád. Ugye 598 cm-re repültél, hogy nem ez lett az új világcsúcs. Miért nem lehet ezt hitelesíteni? Ezt is lehetne hitelesíteni, csak kicsit bonyolultabb a procedúra, ugyanis ezt a versenyt akkor a para versenyek közé is fel kéne, be kéne egyeztetni, a versenyre hivatalos bírót, dopping ellenőrt hívni, és ezután hitelesíteni az aktuális új világcsúcs eredményét és a, a szövetség mondta, hogy ha úgy érzem, hogy világcsúcs közeli formában vagyok, akkor nyugodtan jelezem felé, és ők megcsinálják mindezt, viszont én azt érzem, hogy amit az épek versenyén ugrok, az oda tartozik, amit a paraversenyeken, az pedig oda, úgyhogy szeretném úgymond ott is megugrani ezt a, az eredményt, én azt így érzem, hogy így lenne teljes, úgyhogy igyekszem majd ott is minél hamarabb javítani, és hát az eredményeimből látszik, hogy ez remélhetőleg minél hamarabb eljön majd. Ez az 598 már nagyon-nagyon közel van a 6 méteres határhoz. Már nagyon közel van, úgyhogy nagyon remélem, hogy hétvégén kijön. Én mindent meg fogok tenni érted, de nem vagyok türelmetlen, hogyha úgy van, hogy most nem sikerül, vagy esetleg nem jön össze, akkor nem leszek csalódott, mert tudom, hogy a távolugrás az ilyenkor egy türelemjáték. Ráadásul a Honvéd kupán nagyon-nagyon stabil sorozataid voltak, hogyha jól tudom, négyszer is a korábbi, vagy a, a világcsúcs eredmény felett teljesítettél. Igen, úgyhogy hihetetlenül jól sikerült ez a verseny. A négy ugrásom is felette volt, és azt gondolom, hogy ha egy kicsit ehhez hasonló körülmények lesznek, esetleg egy jó szelet, jó formában át tudok kapni, akkor nem eshetek le 4-9, 90 vagy akár 6 méter alatt. Már az edzőmmel mindketten nagyon várjuk, hogy ez a pillanat eljöjjön, és neki volt is egy olyan megfogalmazása, hogy ebben a azonban én 6 métert fog ugrani, hát most még egy versenyem van rá. Ő egyébként mit mondott például, amikor a virágcsúcsot megdöntöd, vagy amikor 5-98-ig eljutsz, hogyan értékeli a versenyeidet? Azt mondta, hogy szép munka, de azt a két centit azért, mert tegyük még hozzá majd a következő alkalommal. Uh, jó érzés volt nagyon Székesfehérváron versenyezni, mert éreztem, hogy a többi edző is ugyanúgy támogat, mondták, hogy na, Misi bácsi kedvéért, Laci bácsi kedvéért még ezt a két centit, azt, azt rakjuk hozzá a következő ugráson, vagy nem viszünk haza, úgyhogy jó volt, jó, jó, volt, jó volt érezni azt, hogy ők is már ugyanúgy velem együtt szeretnék elérni ezt az eredményt, és nagyon jól esik, hogy ilyen szinten befogadtak, úgymond, és szurkolnak nekem, ez tényleg hihetetlenül sokat tud adni, hogy egy ilyen uh, ilyen bizalmas, támogató közökben tudok versenyezni, és nem azt érezzük, hogy, hogy rivalizálunk egymás között, és ahogy mondtam is, azért is szeretek épek között versenyezni, mert az ő eredményeik ugyanilyen inspirálóak nekem, és, és szeretném nyilván, szeretnék minél közelebb körülni ezekhez, Úgyhogy ez az én motivációm. A hétvégén országos bajnokság, de még mielőtt erről beszélnénk, ugye ez egy elég húzós időszak az atlétáknál. Mennyire nehéz ezt, ezt megoldani, lemenedzselni, hogy edzés is legyen, verseny is legyen? Hogy történik ez nálad? Igazából Nekem ez uh, valamilyen szinten mindig így volt az elmúlt öt évet. Így csináltam meg, főleg, hogy ugye a versenyek mellé, általában az atlétika két ciklusú versenyrendszerem mellé mindig társult egy-egy vizsgaidőszak. Uh -huh. Úgyhogy uh, én azt hiszem az a mondás elég jól igaz, hogy teher alatt nő a pálma, ugyanis uh, nekem a sport és a tanulás mindig egy olyan időrendet, mindig egy olyan egyeztetést adott és uh, rendszert az életembe, amit követnem kellett, különben nem tudtam a végére érni a teendőimnek. Ez most is nagyon jól sikerült. A szombaton versenyeztem, hétfőn államvizsgáztam, hozzáteszem, teszem oh, hogy sikeresen. Gratulálunk. Úgyhogy igazából általában most ebben a szezonban napi egyedzésem van mellette, én végzek kiegészítő munkát, és köztem, amikor tudtam, tanultam, vagy az egyéb megkereséseknek tettem eleget. Úgyhogy szerintem minden szervezés kérdése és ez most már elég jól megy. Tavaly, amikor a paralimpiai győzelem után itt jártál, ugye akkor is említetted, hogy azért fokozottan és folyamatosan figyelni kell az egészségedre. Hogy vagy? Mennyire bírod a terhelést? Jól vagyok, köszönöm, azt érzem, hogy hogy dobnak fel most uh -huh. ezek az eredmények, hogy ahhoz képest, hogy nincsen egy konkrét cél, egy konkrét verseny, amire idén edzettünk, az, hogy saját magamat próbálom minden egyes versenyen legyőzni, és feszegetem a teljesítőképességem határát, az, az ad egy olyan boldogságot és egy olyan örömöt, hogy küzdeni akarok és elérni tényleg azokat, amiket azt gondoltam, hogy talán nem is fogok soha. És, és tényleg ez, ez motivál most ugye minden napokban. A hétvégén, 24-én ugye itt Budapesten országos bajnokság. Mi a terv? Kérdezem, hát gondolom azt a két centit valahogy el kellene tüntetni. Azt a két nagyon jó lenne hozzáadni. szombaton lesz egy selejtezőnk, ahol 6 méter a selejtező szint, és ezt azt gondolom, hogy egy jelzés érték, hogy most már ideje lesz 6 métert ugrani, úgyhogy mindent meg fog tenni, de nyilván cél elsősorban, hogy döntőbe kerüljek, és ott majd a lehető legjobb eredmény elérése. Mi kell ahhoz szerinted, hogy meglegyen ez a 6 méter? Mik azok a paraméterek, ami, ami kedvező hatása lehet erre? Azt gondolom, hogy egy olyan állapot, ami, ami, előző hétvégén volt, az, az tökéletes lenne, hogyha egy kis házszelet kapnánk, az sokat segítene, de nyilván erre nem lehet mindig számítani, és azt gondolom, hogy még az, hogy elhiggyem, hogy képes vagyok 6 méter fölött Ugrani, hiszen az ő versenyen többször is stabilan ugrottam 90 felett. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ha sikerül elhinnem, és magamat annyira fel, felszívnom és bátorítanom, hogy meg tudom csinálni, akkor meg fogom csinálni. Akkor erre a mentális részre is gyúrni kell egy kicsit, erre is edzeni egy kell egy kicsit? Enélkül nem megy szerintem. Hát sok sikert kívánunk, várjuk az eredményeket, és reméljük, hogy akkor 6 méter felett sikerül Agyan, majd földet Köszönöm, érni. köszönöm <laughs> szépen, hogy a vendégünk voltál.